lépek, mert gyógyulásra van szüksége. Oda ment hozzá a leprás. És ez a lépés, testvéreim, tudjuk, hogy ez totál tiltva volt. Nem szabadott volna senkihez közeledni. Ezt kellett, hogy tudja a beteg is, és kellett, hogy tudja Jézus is. És mindketten tudták. De ennek ellenére azt írja a Szentíró, hogy oda ment. Mindegy, hogy mit mondotok. Mindegy, hogy mit gondolnak rólam. Nem érdekel vége. Én lépek. Lépek, mert gyógyulásra van szüksége. És oda ment. Megérinteni a másikat. Jézus mit mond? Akarom, tisztulj meg. Vagyis gyógyulj meg. És az érintéssel kifejezte. Amikor megérint téged a férjed, a feleséged, a párod, a barátod, és azt mondja, megbocsátok. Akarom, hogy gyógyulj.